Hello, szia! Hello! A teljesen ingyen rukkolás könyvemért jöttem. Milyen névre volt? Kevin Dávid. Viszont hát menő ez a doboz. Egy ilyen nagy, közös, virtuális könyvespolt, amire felpakolja mindenki, amilyen van, amitől szívesen megválna, és akkor mindenki közben mászkál a sorok között, és leveszi azt, amire kedvet kap. Tehát ennyi az egész. Csak ezt ugye egy online felületen valósítottuk meg. De csak akkor tudsz levenni a polcról, ha fel is raksz rá. Akkor ott van nekünk a keresőmezőnk, oda beírod azt a könyvet, a címét, vagy a szerzőjét, amit szeretnél. És a kereső az a MOL adatbázisában ugye lehozza neked a könyvnek az adatlapját. Ott lesz az arcod előtt egy rukkolom, vagy egy happolomgomb. Rukkol egy könyvet, valaki más happolja, és akkor a kettő embert összekötjük egy e-maillel. És akkor lehet személyesen átadni postán, elvinni, illetve a pontra leadni. Most vagyunk 180 naposak, így a fél éves a rukkal, és akkor számot vetettünk magunkra. Meg is ünnepeltük. Most van ilyen 118 ezer átadás összesen, ami ilyen 650 per nap. 10 ezer. 10 ezer. És abban benne vagyunk mi is. 9 ezer valahány, nem tudom hány száz rajongója van az oldalunknak most. Ugye a userek meg, a rukkolán meg 17 ezeren. 17 ezeren. Mi pedig hárman vagyunk plusz a 18 szerkesztőnk, mert vannak szerkesztőnk. Vannak önkénteseink, igen. Nagyon jó kis csapat alakul ki. Pár rajongónk mondta is, hogy olyan, mint a harcosok klubja, olyan érzésük van, amikor mennek személyes átadásra, és akkor kutatod ugye, hogy, nézed, hogy most melyik lehet az, akinek oda kell adnom, és felismered. Sokszor, ahogy csak úgy megbeszéljük a találkát, és akkor meglátom, és tudom, hogy ő az. És látom a Deák téren, hogy reggel, amikor megyek a munkámba, akkor ott rukkolnak, habolnak az emberek, azért ezért érdekes csinálni. Nekem most egy olyan könyvem van, most kezdtem el tegnap este olvasni. Még csak úgy kaptam az egyik rukkolázmától, a popcsajok, stb. Mert cimpi voltam. Tehát így mennek a dolgok rukkola felé. Többet olvasok. Jobban alszom. Több teát iszom. Amit leszedek könyvet a rukkoláról, szabályosan csinálom. Tehát én is. Ugyanannyit teszek fel. Az úgy jön, hogy el kell olvasnom, mert az egy olyan szerzemény, amit el kell olvasni, és amíg olvasom már, azon gondolkodom, hogy mikor teltem vissza a közösségnek, és hogy ez egyrészt sokkal többet olvasok azóta. Meg olyanokat, amiket eddig nem is hittem hát, volna, hogy el akarnék olvasni. Nem is tudtam róla, hogy van ilyen könyv. Minden nap ott vagyok, és happolok, és rukkolok, és minden. De ott van bennem az érzés, a mögöttes érzés, és az utcán is ezt csinálom. Tehát sokkal segítőkészebb vagyok. Volt az elején egy ilyen posztja Péter barátunknak, hogy a rukkola, mint terápiás módszer, és akkor ott három pontban felsorolta, hogy ez az elengedésre, és tényleg, de jó viccesen írta le, de valóban ez van mögötte, hogy megtanít arra, hogyan engedd, de ne ragaszkodj, és ez nagyon felszabadító érzés azért. Először csak könyvekkel, aztán meg majd az élet más területein is megtanít. Azt érzem, amit az elején nem éreztem, amikor a 20 könyvet kellett kiválasztanom a sajátomból, hogy most bármelyik könyvemet oda tudnám adni bárkinek, mert úgy is lesz helyette másik. Mindent el lehet engedni, és ez milyen egyszerű, nem? Minden emberben van egy ilyen jóra való törekvés, és ez egy nagyszerű eszköz arra, hogy ez megvalósuljon. Tehát, hogy kitörjön az emberből a jóság.
Hogyha nem lennének jó fejek az emberek, sem nem lenne a rukkol. Persze. Itt a korlátok bontódnak le egymás által. Tehát én magamévá tettem például a teaküldési szokást, onnantól kezdve, hogy rájöttem, hogy jé, ez lehet. Nekem is van most éppen te a kis csomagba. Ezek szerint bennünk egy mély keleti bölcsőzet. Úgy is néztek ki. Ettél már rukodat? Kérdezem, én nem, azért mondom. Nem, akkor...